nagyon kemény pályánk volt, késői rajtszámot kaptunk, még én indultam legelőször a magyarok közül, 96-ossal. Ez azt jelenti, hogy a többiek már rég beérnek az esélyesek, és földarálják nekünk a számukra még jeges pályát, tehát olyan térdig érő hóban erőlködtünk ma. Az én sím az egész jól ment, a futás is szerintem tűrhetően ment, csak a lövészetet. A második lövészetemet nagyon elszúrtam, az álló lövészetet. Volt egy része, ahol nagyon sokan elestek, például Jusz Csugov is. Azt hogy élted meg? Az első körben én is majdnem dobtam egy hátast. Nem sok híja volt. Az egy nagyon, nagyon nehéz kanyar volt. Az egyik csapattársam a Milánnál is esett. A rajt feeling nagyon jó volt. Rengeteg ember, teljesen jó körülményeknek tűntek még innen a rajtból. Az első 20 méter teljesen tökéletes pálya, utána mély kásás. Az első fele a pályának az azt jelenti, hogy ez a másfél kilométer, ez ilyen hullámos, nagyon jól futható. Tudtam is futni egy korai sráccal, ha jól emlékszem, az első 3-4 körben, a domb tetejéig a másik oldalon. Aztán én jobban elfáradtam, mint ő. Meg ő neki jobban is ment a lefelé, ahogy láttam. Nekem azért nem az erősségem a lefelé. Tudok rajta menni, de ezek a nagyon kiegesedett, kásás szélű kanyarok nagyon nem mennek. Ahol sikerült is elesnem és szereznem egy ilyen sérülést. Ilyenkor próbálunk ugye mi szintünkön mindent beleadni és kockáztatni, és ilyenkor van, hogy nem jön össze. Meg ugye direkt lezárták azt a pályarészt, azon nem tudtunk melegíteni, meg se tudtuk nézni, milyen lesz a kanyar. Belül csont jég volt, kívül meg térdig érő kásás hó, nagyon, nagyon megnehezített a kanyarvétel, tehát sokan elestek, sokan fegyvert törtek. Kíváncsian várom, hogy a csapattársaim hogy mentek, és hogy a nemzeti rangsorban hogy végeztünk. Igazából az nekünk a legfontosabb az olimpiai kvalifikáció szempontjából. Milyen sebességgel jöttetek azon a lejtős részen, ahol elestetek? Én nem estem el, de hát olyan 60-70 körül jövünk ott, és akkor kell befarolni, vagy pedig belelépegetni a mélykásás hóba. Ezen a 4,5 cm vastag lécen, aminek ugye nincsen fémére, mint az alpesi léceknek. Tehát ez nem könnyű feladat. Maga a verseny nagyon nehéz volt. A körülmények nagyon leromlottak a verseny végére. Ahogy láthatjuk is az eredményeken, hogy Martin Furkad nyert. A második Svensson lett, 2-2 hibával. Ők az első csoportnak is a legelején indultak, ha jól tudom, a Svensson volt az első, és a Martin a 9. táján volt, nem tudom pontosan. Ők hozták a legjobb eredményt, a franciáknak volt a legjobb lécük, norvégok dühöntek, valami nem sikerült. Hát ez a két hiba az sok. Mit tudnék még elmondani? Rengetegen estünk a pályán. Hát sajnos az a kanyar az mindenkinek nagyon nehéz volt. Hiába világklassz is, épp a Jean Guillaume, a Beatrix, vagy éppen a Marcus Wind is, vagy sorolhatnám még itt egy jó pár nagyon nagy nevet. Reméljük, hogy a következőkben jó lesz. A hangulat az marad, utolsóként beérkezni, azt lehet mondani, ez is nagy öröm, mert az egész pályán, az utolsó körömmel végig csak nekem szurkolt. Itt meg a befutón át, 30 000 ember, ez nem semmi.